Ha szeretnél te is Puskás Ferenc kártyával játszani, akkor irány a Foodpark köcsikke. És használd a Krisztián kuponkódot további kedvezményekért. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk egy újabb pack opening videóhoz, ugyanis a Weekend League Reward, illetve különböző objektívek, valamint SBC-k segítségével sikerült ismételten csomagokat gyűjtenem. Azonban a videót azzal szeretném kezdeni, hogy srácok, megkérnék mindenkit, hogyha esetlegesen még nem tettétek meg, akkor légy szíves, kattintsatok rá a feliratkozás gombra, illetve egy iszonyatosan nagy projekt van most készülőben, amihez meg szeretnék kérni mindenkit, mivel itt vagyunk a YouTube-on a leges legtöbben, tehát 90-valahány ezeren vagytok már feliratkozva, hogyha nem egy nagy kérés, akkor légy szíves, a leírásban található Twitch és Instagram oldalaimat is kövessétek már be, mert az Instagram az valami 20-valahány ezer követőnél jár, a Twitch oldal pedig 54 ezernél, úgyhogy a YouTube-hoz képest iszonyatosan le van maradva, tehát hogyha szeretnétek, hogy ezek a projektek, amiket főként nektek csinálok, különböző nyereményjátékok és egyéb dolgok, azok úgy menjenek, hogy folyamatosan tudjam, ne az, hogy egy évbe egyszer, vagy egyéb dolog, akkor tényleg kövessetek be minden egyes platformon, hiszen ezzel tudjátok azt támogatni, hogy különböző cégekkel fel tudom venni úgymond a kapcsolatot, és látni fogják, hogy igen, ezt és ezt a streamert, vagy youtubert, és ez nem csak rám vonatkozik, hanem minden egyes streamerre, youtuberre, hogy minél több platformon követitek őket, annál nagyobb a valószínűsége, hogy tudnak úgymond kapcsolatot teremteni egy-egy céggel. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, mindenkinek, aki esetlegesen megteszi. Na viszont most átváltunk a FIFA-nak a képernyőjére, és már is nyitni fogom nektek a Weekend League Rewardot. A Team of the Week-et meg szeretném előtte mutatni nektek. Nem lett valami acélos, azt azért be kell vallani, hogy a heti Team of the Week az, hát hagy maga után kivetni valót. Nyilvánvaló, hogy egy Aspas például nagyon jól jönne, akár Super Subként, vagy egy Martinez, illetve akit szeretnék kiszedni, illetve nagyon örülnék neki, hogyha a pickben benne lenne, az egy Griezmann inform lapja. Nyilvánvaló, hogy ő Dembélé mellé nagyon jó lenne csatárba, és akkor megpróbálnék 4-2-3-1-es formációban játszani. Rafinha is jó lehet szuperszabként, de igazából ebben a Team of the Week-ben szerintem a Griezmann a legjobb játékos, és az összes többi az gyakorlatilag maximum szuperszab, vagy pedig SBC-be használható, úgyhogy sok mindent nem várok a picktől, meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Viszont nézzük akkor, beváltjuk gyorsan szerintem a Weekend League Rewardot, ugye Gold 2-t sikerült elérnem, tudjátok, hogy ezzel a pár százezer zsetonos kerettel játszok, Dembélé, meg társai. Ez 45 ezer zsetont, egy darab Rare Gold packet, kettő darab Rare Mega packet, kettő darab Player Pick speciális itemet és 2000 kvalifikációs pontot jelent. Na és akkor, én azt mondom, hogy kezdjük hátulról, mert ha elbasszuk, akkor még kezdhetjük előről. Let's fucking go! Hát, ez egy 84-es Mendy, nem mondható valami hú de jó picknek, de azért okésnak mondható. Nézzük a másodikat. Hát, nincs Griezmann, gyerekek. Nincs Griezmann, kettő darab 84-es ratingű pick. Hát, ez nem valami extra, de nem is vártam tényleg sokat ettől a dologtól. 10,4 millió coinunk van majdnem, illetve tele a transfer listám, plusz még a klub is tele van. Tehát ez azt jelenti, hogy van körülbelül egy olyan, hát szerintem egy millió coin nagyjából. Azt tudom mondani. 17 darab csomagunk van, úgyhogy ezt hamarosan el fogjuk szépen nyitogatni. Van egyébként mindenféle objektív, meg különböző SBC-k által az UEFA Marki meccsapot is megcsináltam, úgyhogy ezeket ki fogjuk hamarosan nyitogatni. Csak előtte egy jó pofa ivószünet. Na szóval, 17 darab csomag van, kezdjük is el nyitogatni, én azt mondom, hogy a gold pakkal fogom kezdeni, ami egy 5K-s csomag, amúgy kicsit be vagyok rekedve, vagy én nem tudom mi bajom van, de furának érzem magam. Mármint olyan értelemben, hogy a, nem tudom, a hangom olyan furcsa, biztos, hogy nektek is feltűnik, mint hogyha bazdmeg teljesen meg lennék fázva, vagy én nem tudom. Úgyhogy ezért elnézéseteket kérem. Na szóval, Brady az nem eladható, meg Gerard se, úgyhogy azok mennek gyorsan Quixelbe.
Bepörgettem egy picikét, és nyílik is a 7500-as csomag. Egyébként igazatok lehet abban, amit írtatok a komment szekcióban, hogy a Black Friday alkalmával iszonyatosan lehúzta a PEC-nek úgymond a jó nyitási lehetőségét az EA Sports, hiszen tényleg temérdeknyi pakkot kinyitottam, szerintem 170-valahány csomagot elnyitottunk, és egyszerűen semmit nem kaptunk. Tehát szó szerint semmit egész hét alatt. Nem tudom, hogy ez miért van, vagy hogy mi történt az EA-nél, de nagyon rossz játékosokat nyitottunk, az tény igaz. Na mindegy, hát hogyha ebben a pack openingben már szerencsénk lesz, azért van egy jó pár csomag, ami tényleg használható itt Rare, meg a packtől kezdve, meg a pack. Hopp, egy bordos argentin CM. Ez ki lesz? Ja, Banega. 83-as összértékelés, és szerintem idén nagyon sokszor nem nyitottam Banegát, azért nem is emlékeztem rá, hogy ki ez a fütyike. De hát megnézzük, hogy nem eladható a másik lapja, nem, úgyhogy ez egy 83 discard lesz, azt azért sajnálom, hiszen 83-as játékos sosem jó eldiscardolni. Nézzük a Small Prime packet. Nem Walkout sajnálatos módon, de ez még lehet valami finomság, nem, ez egy sima rare játékos Herrera személyében, 81-es összértékelés. Hát megmondom az őszintét, hogy ez valami hú, de sokat nem ér. Ribery sem eladható? Nem. Akkor egy 81-es is Quixel lesz. Ajjajajajaj, de fogom én ezt bánni még Icon SBC-nél. Lássuk a Small Prime packnek a második részét. Ez sem bordos, ha jól látom. Hát nem. Egy sima aranyjátékos sölyöncű személyében. Gyönyörű szép vagy, tesóm. Balázs Pali, esküszöm, hogy irigy lenne rád, hogyha fifázna. Illetve egy Mariano, na legalább ez eladható pak. Oké, okay. Mariano, Zambó, Jimmy, illetve Santa Maria. Santa Maria. Jó, menjünk is a következő csomagra. Legyen a Rare Gold Pack. Most viccen kívül sorba fogok egyébként menni. Nem. Walkout, de ez még lehet valami. Egy nagy rakás szar, köszönjük szépen. Nacho Monreal, 67 pace, LB kártya, azt hiszem, hogy el is mondtam mindent. Nézzük a Small Electrum Players packet, hát ha ebbe lesz a rafináltság. Csiribú, csiribá, zapszalma! Hogy szít ki a gyíkom? Ocsoa. Jaj, faszom. Ez botrányos megint sajnos idáig. De talán ez az Adulakun, ez érhet valamit. Hát egy jó quixelt. Ja, meg amúgy se eladható a csomag, hát akkor meg ugyan mindegy. Nézzük a Prime Mixed Players Packet. Hát, hogyha ebben van a bohóc elásva. Hát, nagyon úgy fest, hogy a bohóc el van ásva, csak egy Malen személyében. Hát, kritikán aluli eddig. Nézzük a Rare Electrum Players Packet, talán ebben lesz valami. Walkout! Kurva anyád, valami nagyot! Francia! CB Laport. Basszalak nyakon. Nem baj, legalább 87 Laport. Szokták mondani, hogy legalább Walkout. Ja nem, az legalább bordos. Jaj, de nagy lett volna, ha valamilyen bumbét kinyitunk. Istenem, felpostam volna a falra. Az fix. Talán még valami mögötte. Hú! Laport, 25 ropi, Alaba. 5000 coin. Hát az jó nagy szar. Meg itt van még Berkó is nekünk, Boiler. Boiler Gyula geci, menjetek már, Boiler Martin. Azt a mindenit. Ez a Baranstrumstrum. Ez se ér semmit sajnos, meg trimmelőgép is itt van, nagyon jó. Jaj, három darab csomagunk maradt, uraim. Hát, meredek. Nézzük, Megapack lesz a következő. Valami finomat zöttyincsé nekem ide. Nem Walkout. Megapackből amúgy nem lehet Walkoutot nyitni, ezt halálkom olyan mondom. Tehát ez kritikus. Fabianski. Hát gyerekek, a kitaposott Converse tornacipő többet ér, meg egy UCL Rabiot, az viszont nem rossz. Hát, de rossz.
Nem ér valami sokat. Semmi probléma. Természetesen, tehát a KSI-nak muszáj itt lennie, mert ugye KSI nélkül nincs pack opening videó. Ez természetes, úgyhogy rá számítottam. David Lopez, meg egy Postigo. Az se látható. Jó van, akkor menjünk tovább. Szarni bele az alma közepében. Nézzük a következő csomagot. Rare meg a pack lesz. Hát, hogyha... Inform, legalább inform. Argentin! CM! Udinese! De Paul. 81-es rating. Hát SBC-be jó lesz. Azt szokták mondani. Valami még mögötte. Egy Iličić, meg egy Munyain. Azt a rohadt kurva ég. Hát mi van, gyerekek? Spanyolországba kihalt a télaposz, Munyain vette át a szerepét, vagy mi történt? Hú, bazzeg, nagyon nagy logisztikai problémák vannak fejbe a Palinál. Ez meg 4500 vagy 4900 coin, a De Paul is egy 10000, hát ez 10, 15. Hát amúgy ez még azt mondom, hogy a tűrhető pak. Hát, ha van valami még duplikétbe. Berkuis, Dembélé, Milner, Rangel testvérem. Jó. Na, és az utolsó csomag. Bekpörgetjük természetesen, mint kurvácskát a laborban, csak hogy azért ez se maradjon ki a mai nap sem. Rare meg a pack 55 000 zsetonos csomag. Nem tartalmaz walkoutot, hogy a szemed rohadjon ki, és a tömés és a fogszuvasodás lássa el lelkedet. Köszönjük szépen Dubravkát. 83-as összértékelés. Hát, gyerekek. Ez nagyon komoly. Nem baj, legalább egy walkout volt. Úgyhogy beleírhatom a címbe, hogy walkoutot nyitottunk. Real Madrid. Hát, az semmi. No, Kedli, ezeket azért beküldjük a transz... Hát nem küldjük be a transfer listára, mert konkrétan helyünk sincsen. Hát ez nagyszerű. Jó, van Ábrahám meg... Hát ezt a Watkinst még csak fel kéne küldeni, én azt mondom. Mondjuk a... Srackó helyett. Melyik legyen? Jó, legyél te, a többi meg Quixel, aztán hello, szia. Na, ez itt csodálatos, srácok! Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Hogyha tetszett és együtt érzel velem, hogy már megint egy rakás szart nyitottunk, akkor jelezz egy lájkkal, illetve hogyha nem tetszett a videó, akkor szintén jelezz egy lájkkal. Valamint mindenkit megkérnék, hogy akkor tényleg a Twitch-es oldalamat, illetve az Instagram oldalamat is kövessétek már be, annak érdekében, hogy esetlegesen segítsetek egy-egy cégnek az együttműködésével. Ennyit mondanék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Találkozunk a következő videóban vagy élőadás formájában. Én Krisztián voltam. Ciao, szevasztok!